Az emberi személyiség a törvény erejénél, meg az alkotmány erejénél fogva egy abszolút védelmet élvez, ami azt jelenti, hogy az emberi személyiséget mindenki köteles tiszteletben tartani, és ennek számos aspektusa van. Ezek egyike a jó hírnév és a becsület. A jó hírnév az azt jelenti lényegében, hogy mindenkiről azt kell feltételezni, hogy alapjában véve rendes ember, hasznos tagja a társadalomnak, nem bűnöző, nem csinál jogellenes cselekményeket, vagy nem végez jogellenes cselekményeket. A becsület az egymás iránti megbecsülés szavakban, tettekben, tehát az egymás emberként való kezelése. A törvény ezeket az értékeket részben polgári jogi úton, részben büntetőjogi úton védi. A polgári jogi jogsérelem lehet ugye a jó hírnév megsértése, vagy a becsület megsértése. A jó hírnév megsértése azt jelenti, hogy valakiről olyan valótlan tényt állítanak, általában nagy nyilvánosság előtt, mert ez a törvényben nem követelmény, tehát valótlan tényt állítanak, amely valótlanság egyben az ő személyiségének a megítélésére nézve sértő is. Tehát ennek a két követelménynek kell együttesen teljesülnie ahhoz, hogy jó hírnév sérelemről beszéljünk. Természetesen, mint kifejtettem, a jó hírnév megsértésének az alapvető elkövetési módszere a tényállítás, ebből következően véleménynyilvánítás, bírálat nem lehet alapja a jó hírnév megsértésének. Azonban persze, hogyha a véleménynyilvánítás olyan indokolatlanul durva, sértő, lealacsonyító formában történik, ami már összeegyeztethetetlen az egymás kölcsönös megbecsülésével, az egymás emberként való kezelésével, akkor ott szóba jöhet a becsület megsértése ugyanúgy polgári jogi szempontból, mint ahogy büntetőjogi szempontból. Ugye büntetőjogi értelemben a jó hírnévvel kapcsolatos valótlan tényállítás, elkövetési alakzata a rágalmazás, a becsület megsértése az ugye a becsületsértés, ezek magánindítványra büntetendő cselekmények, és lényegében azt fejezik ki, hogy az állam büntetőjogi eszközökkel is az emberi személyiség védelme mögé áll. A véleménynyilvánítás tehát ugye csak az indokolatlanul sértő, lealacsonyító kifejezésmód esetében jelenthet jogellenes magatartást. Minden más esetben a véleménynyilvánítás szabad, tehát a jogalkotó az emberi személyiség védelmét és a véleménynyilvánítás szabadságát, mint két alkotmányos alapjogot oly módon oldja fel ezeknek az ellentétét, hogy azt mondja, hogy ami nem indokolatlanul sértő vagy lealacsonyító, arra kiterjed a véleménynyilvánítás szabadsága. Most megint más a helyzet, hogyha közszereplőkről van szó, mert a közszereplőknek pontosabban ez nem egy pontos meghatározás, mert ugye vannak a közhatalmat gyakorló politikusok, hivatalnokok, stb., akiknek a közhatalmi voltánál fogva magasabb kell, hogy legyen a tűrési küszöbük. A közszereplőknek, színészeknek, zenészeknek, alkotóknak, egyebeknek a közszereplési tevékenységükkel összefüggésben kell eltűrniük a bírálatot, adott esetben a fokozottabb nyilvánosságot, más aspektusban nem. Jó hírnév megsértése miatt lényegében bárki igénnyel léphet fel a bíróság előtt, és ebben azt kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg a jogsértés megállapítását, adott esetben tiltsa el a jogsértőt, a jogsértő magatartástól, kötelezze valamilyen elégtétel adására, ez lehet akár egy magánlevél, lehet akár egy elégtételt adó közlemény megfelelő nyilvánosság mellett, illetve érvényesítheti az úgynevezett nem vagyoni és a vagyoni kárait. Ugye a nem vagyoni kár a
amit ma már az új PTK szerint sérelemdíjnak hívnak, az ugye a jogsértés folytán elszenvedett erkölcsi kárt hivatott valamelyest jóvá tenni. A vagyoni kár az pedig mindazoknak a károknak az összessége, ami azért következett be, mert valakiről valamilyen jó hírnevet sértő állítást tettek, és ezért teszem azt, ügyfeleket vesztett, vagy bizalomvesztés történt vele szemben, és ezért kimutatható, ezzel okozati összefüggésben álló bevételkiesést szenvedett el. Ezeknek a kártételeknek a jóvátételére szolgál a vagyoni kár intézménye.